No, hát akkor már is itt vagyunk, és itt van már velünk Démien Vágy. Sziasztok! Szervusz, Démien! Szia, Télapó! Hát, meg vagy illetődve egy kicsit, de azért érdekes vendégünk. A Mikulással nem mindig találkozik személyesen, mert nekem az utolsó élményem az olyan, hogy a Vörösmarty téren mindig, mikor gyerekként, iskolásként sétáltunk, így anyukámmal, akkor mindig volt ott egy Mikulás, akinek, hogyha énekeltünk, akkor adott szaloncukrot cserébe. Na, hát akkor ezt megnéztem most. Ilyen emlékem. Démien Vágyt énekelni fog. Nem, hanem... Nem tudom, emlékszel-e még a dalomra? Mindent látok, tudod. No, hát milyen trükköt hoztál nekünk így Mikulás alkalmával? Színes trükköt hoztam, szó szerint színes trükköt hoztam, és szerintem biztos van olyan gyerkőc, aki zsírkrétát, vagy filctollat, színes ceruzát, vagy valami hasonló dolgot kapott így Mikulásra. Mikulásban csak egyébként tehát... rajzolni is szoktak, ugye? Nagyon szeretem a gyerek rajzokat. Na, hát szóval az biztos, hogy minden gyerkőc talál otthon zsírkrétát, ceruzát, vagy valami hasonlót, és arra gondoltam, hogy akkor egy ilyen kis, hát most jelen esetben zsírkrétával fogunk bűvészkedni, tehát a zsírkréta lesz a lényeg, egy ilyen gondolatolvasó dolog lesz. Kedves Mikulás, odaadom neked ezt a három zsírkrétát, van egy ilyen kék színű, egy zöld, meg egy narancssárga színű kis zsírkrétám, ezt így odaadom neked, és a feladat az lesz, én most elfordulok, és a kezembe kell adnom majd az egyik zsírkrétát, és az lesz a lényeg, hogy én a kezemmel megpróbálom érzékelni azt, hogy te melyik színű zsírkrétát adtad nekem oda. Jó? Tehát próbáljuk. Jó, tehát akkor Mikulás bácsi, választanod kell majd egy zsírkrétát. Tehát ide rakom a kezed, én elfordultam. Igen, most adhatom? Nyugodtan adhatod. Bármelyiket Mikulás bácsi. Így van. Jó. És nekem most meg kell éreznem azt, hogy melyiket adtad oda, és szerintem Mikulás, nem tudom, általában Mikulás színei a piros, meg a zöld, ezek szoktak lenni, de szerintem te most a kéket adtad a kezembe. Igen, nagyszerű. Ezt honnan tudtad? Az jó, Démien, te ügyes vagy. Köszönöm szépen. Na hát így elsőre. Mondjuk ez lehetett véletlen is, de hát ha megtudjuk a mutatvány titkát, akkor majd rájöttük, hogy nem véletlen. Köszönöm. Nagyon ügyes vagy. Na hát akkor elárulom a titkot. Kétféle módszert is tudok erre a dologra. Tehát, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy melyik színű zsírkréta van a kezünkben. Az egyik, az egy ilyen kaparós módszer, mint a kaparós sorsjegy, amikor a néző a kezünkbe adja a zsírkrétát, egyszerűen körömmel le kell kaparni a tetejéből egy darabot, utána vissza lehet adni a zsírkrétát ugye a nézőnek, és egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy meglássuk, hogy a körmünknél milyen színű a lekapart kis zsírkréta. Ez az egyik. Ez ugye azzal jár, hogy vissza kell adnunk utána a zsírkrétát, de azt meg lehet mondani, hogy keverd össze, és akkor nem tudom, hogy melyiket. A másik módszer, az direkt így vannak megcsinálva ezek a kis zsírkréták, a másik módszer az olyan, hogy a kezemben én azt néztem, hogy a hegye mennyire hegyes a zsírkrétának. A kéknek, amit adtál Mikulás... Nagyon hegyes. Igen, az hegyes volt. A narancssárga az így félig le van csappintva, a zöld az meg szinte teljesen, tehát annak majdnem ugyanolyan az egyik oldala, mint a másik, tehát így tapintással meg tudtam állapítani, hogy melyik a hegyes, melyik a félig hegyes, vagy a teljesen lapos, és ezáltal megjegyeztem, hogy melyik színhez melyik hegy tartozik. És tulajdonképpen ez volt a lényege. Nagyon egyszerű. Hát ez tényleg egyszerű, hát zsírkrétátok remélhetőleg van otthon, van, de egyébként ceruzával is működhet a dolog, ott egy picit a hegyeken. És ott a hegyekkel lehet szorkozni, vagy mit tudom én, a ceruzának így a ugye mindig más szokott lenni, általában ez a, vagy van, hogy kerek ceruza, szögletes ceruza, ugye az is lehet az játszani. Én nem már a fantáziára bízva. Hát Démien, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Démien, nem ennyi üres kézzel, hoztam neked egy ajándékot, ez egy piros Mikulásos kártya, egy Mikulás bácsi biciklizik rajta, úgyhogy fogad sok szeretettel. Jaj, nagyon szépen köszönöm, Mikulás. Nagyon tudja, hogy te rajongsz a kártyát. Így van, nagyon örülsz neki. Nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Hát köszönjük szépen, köszönjük szépen. Démient láthattátok. Köszönöm szépen, és jó gyakorlást kívánok nektek.